Útfejlesztés, korszerűsítették a Szakoly és Nyírgelse közötti utat. Városi ünnep, újra szentelték a megrongált kereszteket Mária Pócson. Koncert, Szent Páli Roland szerzői estet tartott Nyíregyházán. Elkészült az új pályázati menetrend a következő fejlesztési ciklusra, az önkormányzatok és gazdálkodók továbbra is számíthatnak támogatásokra, ezt mondta Nagy István agrárminiszter Szakolyban, ahol a település Nyírgelsével összekötő út átadóján vett részt. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A két település közötti 2,5 kilométeres szakaszt a Szakolyi Önkormányzat valósította meg a vidékfejlesztési program csaknem 270 millió forintos támogatásából. A tárcavezető arról is beszélt, a program keretében országosan 1500 kilométernyi külterületi helyi út újul meg. Néhány hónappal ezelőtt még hatalmas kátyúkon keresztül vezetett az út Szakolyból Nyírgelsére, most azonban teljesen sima felületű aszfalton gördül az autó kereke a két település között. A 29 évvel ezelőtt épült összekötő út az utóbbi években vált szinte járhatatlanná. Aki Szakolyból személyautóval indult Nyírbátor irányába, inkább Nyírmihályi felé tett több mint 10 kilométeres kitérőt. Bacskai Erzsébet, a község polgármestere azt mondta, a felújítás nem várhatott tovább, a helyiek régóta vártak erre a beruházásra. Több mint 10 éve húzódó feladat volt, ami az önkormányzatra hárult, és ezt a vidékfejlesztési programban sikerült megoldani a feladatot. 267 millió forint támogatást kaptunk, az meg külön öröm és büszkeség, hogy a nehéz múlttal, súlyos múlttal rendelkező önkormányzatunk 14 millió forint önerőt is tudott biztosítani az út felújításhoz. 170 millió forintot költöttünk el a Gelsi útra. A támogatásból megmaradt összeget szeretnénk egy másik külterületi mezőgazdasági útra fordítani. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a térség önkormányzatai, gazdálkodói, vállalkozói és őstermelői összesen csaknem 40 milliárd forint támogatáshoz jutottak az utóbbi években a vidékfejlesztési programban. Ebből az összegből jelentős hányad jutott külterületi utak fejlesztésére. Több mint 90 kilométer utat újítottunk fel az elmúlt időszakban, és ugyancsak rekord időszak volt ez, mert hogy 13 külterületi út épült, illetve épül jelen pillanatban is. A vidékfejlesztési program jóvoltából ez mintegy 1,2 milliárd forintot ölel fel. Az érintett szakasz egyébként gyümölcsösökhöz és nagy kiterjedésű erdős területekhez vezet. Nem véletlen tehát, hogy a megújult utat Nagy István agrárminiszter jelenlétében adták át. A tárcavezető arról beszélt, a vidékfejlesztési program keretében országosan 1500 kilométernyi külterületi helyi út újul meg. Erre pályázott sikeresen a Szakolyi Önkormányzat is. A fejlesztések további előkészítése pedig már folyamatban van. A Szakolyi Önkormányzat erőfeszítései azért is üdvözlendők, mert a csaknem 2,5 kilométernyi felújított útszakasz a Nyírgelsével való összekötésen túl a környékbeli tanyák és mezőgazdasági területek megközelíthetőségét is javítja. A projektre jóváhagyott csaknem 268 millió forintnyi támogatás az összköltség 95%-át tudta fedezni. Hölgyeim és uraim! A jelenleg futó programozási időszak hamarosan zárul, de már gőzerővel dolgozunk a következő időszak fejlesztési programjának, a kapstratégiai tervnek a pályázati felhívásain. Azzal a jó hírrel szolgáltok Önöknek, hogy már elkészült a pályázati menetrend, amelynek alapján a jövő év elejétől megkezdődik az új agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások és támogatási jogcímeknek is a meghirdetése. Az átadó ünnepségen elhangzott Szakolyba az elmúlt években 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. A közelmúltban újult meg például a község óvoda épülete, idén augusztus 20-án pedig a település új római katolikus templomát szentelték fel.
Újra felszentelték Máriapócson azokat az útszéli kereszteket, amelyeket egy évvel ezelőtt megrongáltak. Az egyházi eseményt Máriapócs várossá válásának 30. évfordulójára időzítették. Az ünnepségen jelen volt Latorcai Csaba területfejlesztési államtitkár, aki azt mondta, ahhoz, hogy Magyarország keresztény ország maradjon, összefogásra van szükség, ez szimbolizálja a Máriapócsi keresztek újra szentelése is. Megáldatik és megszenteltetik ez a megújult kereszt a Szentlélek kegyelmese szentelt vízzel való meghintés által az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Szócska Ábel görögkatolikus megyés püspök szentelte fel az egyikét azon úti kereszteknek, amelyeket most a közelmúltban újítottak fel Máriapócson. A könnyező Szűz Mária kegy templomáról ismert településen egy személy hónapokon keresztül rongálta és gyújtogatta a feszületeket. A férfit végül a rendőrség elkapta. A helyreállítások civil kezdeményezésből, állami támogatás hozzájárulásával valósultak meg. Nyugat-Európában templomokat, üzletekkével, vásárlóközponttá vagy akár mecsetté alakítanak. Itt Máriapócs nemzeti kegyhelyen mi felújítottuk a kegytemplomot, felújítottuk a teret, felújítottuk itt minden épületet, és amikor ezekkel most végeztünk, akkor ezt követően Isten dicsőségére és az Anya Szent Egyház javára 8 kereszt újult meg. Tudni kell, hogy Máriapócson van a legtöbb kereszt, egész Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyében az egy településre jutó legtöbb kereszt, és most 8-at sikerült megújítanunk, mert lehet, hogy másoknak botrány vagy oktalanság a kereszt, de nekünk Krisztus Isten ereje és bölcsessége. Az újra szentelésen részt vett Latorcai Csaba a miniszterelnökség területfejlesztésért felelős államtitkára. A kereszténydemokrata politikus az eseményen azt mondta, Máriapócs a kereszténység összefogásának egyik bástyáját jelenti Európában. Mélyen benne van Máriapócs a keresztény kultúrában, és ennek a közösségnek fontos a keresztény kultúra megőrzése. Ma, amikor nyugatról keresztény értékeinket támadják, mi több az eltörlés kultúrájával a keresztény gyökereinket el akarják törölni, azzal szemben csak közös összefogással léphetünk föl. A mai kereszt újra szentelés ezt az összefogást szimbolizálja. A keresztek szentelését Máriapócs várossá válásának 30. évfordulójára időzítették. A település önkormányzata ünnepi műsorral és koncerttel is készült a jubileumra. Egy nagyszabású ünnepséggel készültünk, ahol ünnepi köszöntők, természetesen ünnepi önkormányzat elismerésének az átadása lesz, és este próbáltunk egy kis csemegével is szolgálni, az ismerős arcok koncert fog Máriapócson ellépni. Máriapócs 1993. december 1-én kapta vissza városi rangját. 2 évvel azután, hogy 1991-ben Szent II. János Pál pápa Szent Misét celebrálta a település kegytemplomában. Platánokat, kőriseket és hársfákat ültettek a napokban Mátészalkán. Összesen 64 csemete került a földbe. Hanusi Péter polgármester, aki maga is részt vett a munkában, azt mondta, szerették volna bevonni a fiatalokat is az akcióba, ezért diákokat is hívtak a faültetésre. Karók a helyükön, így óvják meg az újonnan ültetett facsemetéket. Idén is folytatják Mátészalkán a várost zöldítő programot. Az a céljuk, hogy egészséges környezetet teremtsenek a városlakók számára. A Zöld Mátészalka kampányunk keretében minden évben faültetést végzünk ősszel. Most még nem fogyott át a talaj, úgyhogy ez a legjobb időszak a faültetésre, úgyhogy főkertész asszony tanácsa is felülvizsgálata mellett elültetünk 64 fát ismét a városban. Ebből van 50 gyönyörű szép platánfa, van 5 darab kőrisfa és 9 hársfát fogunk elültetni a város 3 pontjára. Ide az Alkotmány utcára fogunk ültetni az Ipari út mellé, ott főleg pótlások lesznek, és a keleti lakótelepen is zöldítjük Mátészalkát. Bár az önkormányzat szakembereinek szigorú felügyelete mellett zajlik a fásítási program, minden alkalommal bevonják a fiatalokat is a munkába. Fontos, hogy a jó gyakorlat elterjedjen a diákság körében is. Nem csak a több fa kedvéért ültetjük, bár nyilván ez a legfontosabb,
hanem egy ilyen környezetformáló, szemléletformáló akcióval is egybe kötjük, úgyhogy a Baross László mezőgazdasági szakközépiskola diákjai és tanárai segítségével végezzük ezt a felültetést. Ezzel is tanítjuk a gyerekeknek, a jövő fiatal generációjának, hogy fát ültetni soha nem késő, és a jövő számára ez a legjobb befektetés. A most elültetett 64 fát nem hagyják magára. Jövő tavasszal, előreláthatólag áprilisban öntöző zsákot is szerelnek rájuk, hogy a folyamatos vízpótlás biztosított legyen. Újabb fejlesztések valósultak meg Tyukodon. Az önkormányzat a Magyar Falu Program támogatásából épített két szolgálati lakást, melyből egy már gazdára is talált, egy fiatal óvónő költözött be. A településen a közlekedési feltételek is javultak, 300 millió forintból a Nagyecset felé vezető 10 kilométeres szakaszt aszfaltozták újra. Erre a fejlesztésre a vidékfejlesztési program biztosította a forrást. A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták Tyukod új szolgálati lakásait. A településen két összkomfortos ingatlant alakítottak ki a Magyar Falu Program támogatásából, amelyet az önkormányzat kedvezményes feltételekkel ad bérbe a távolabbról a településre érkező pedagógusok számára. Az egyikben egy óvónő már be is költözött, nagyon örülünk neki, a településre fiatal értelmiségek kerüljenek, Csengerből jöttek különben, be is jelentkeztek állandó tyukodi lakosnak. A másikba pedig egy pedagógust várnánk, matematika, fizika szakos tanárt, tehát nagyon kedvezően adnánk oda a szolgálati lakást, úgy néz ki, hogy lesz is rá jelentkező. A szolgálati lakások mellett egyéb területen is fejlesztett a tyukodi önkormányzat. Újjáépítették a Nagyecset felé vezető mellékút 10 kilométeres szakaszát, amelynek köszönhetően a járási központba Máté Szalkára is sokkal rövidebb idő alatt eljuthatnak a helyiek. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a szatmári kistelepülések fejlődése évről évre szembetűnő. Rengeteg fejlesztés átadása valósul meg az utóbbi időben, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, nem csak az itt élők szempontjából, hanem a térség, a szatmárbelegi térség fejlődése szempontjából is. És jó érzés látni azt, hogy valóban a közösségeknek azok a fejlesztései valósulnak meg, amelyek az adott közösség, az adott település szempontjából fontosak és kiemeltek, és amelyek megerősítik azt az egységet, amely egy-egy település számára fontos. És itt azért el kell mondani, hogy a megvalósult fejlesztések által a térség is fejlődik és erősödik, és azt a kohéziót erősíti meg, és azt az eredményességet hozza magával, amely úgy gondolom, hogy a szatmár-belegi térségben nagyon fontos lesz az elkövetkezendőkben is. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az átadó eseményen arról beszélt, öröm számára, hogy választókerületének települései mind a vidékfejlesztési, mind pedig a Magyar Falu Programban aktívak voltak az utóbbi időszakban. Azt gondolom, hogy magának a vidékfejlesztésnek a Magyar Falu Program és a vidékfejlesztési program, hiszen az egyiket itt az utat, ami Nagyecseddel köti össze, az a vidékfejlesztési programból van, az Európai Uniós társfinanszírozásával valósul meg. Ez 4200 milliárd forintot jelent, és a magyar kormány ez 80%-os támogatást ad. Mert azt gondoljuk, hogy a vidék élhetőségét, a vidék termelőképességét, a vidék feldolgozó képességét, ezek az infrastruktúrális beruházások is javítják, hiszen ide tartoznak az élelmiszerfeldolgozó üzemek, ide tartnak az állattenyésztéseknek a különböző forrás allokációi. A másik része viszont a magyar falu fejlesztése fontos, hiszen akkor nem csak vidékről, hanem 5000 fő alatti településekről beszélünk, falukról beszélünk, ahol az életminőség, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét bővítjük, és a szolgálati lakáson, hogy hallottuk, egy fiatal óvónőnek jutott bele, a másik üresen áll és várnak egy pedagógust, hiszen nagyon fontos az iskola a közösségnek, de nagyon sok középület megújult már energetikába, átalakításba, orvosi rendelők tekintetében, bölcsőde tekintetében. Tyukodon egyébként a közelmúltban egyéb fontos fejlesztések is megvalósultak. Május végén adták át a község új impozáns termelői piacát, a település bölcsődéje pedig a tavalyi évben épült meg. Ismét fellépett Nyíregyházán Szentpáli Roland, a városból induló tubaművész, ezúttal zeneszerzőként lépett a közönség elé. Az elhangzó öt kompozíció csaknem 20 év munkájából adott ízelítőt. A műsorból a résztvevők megismerhették a szerző népzenéhez és a természethez való vonzalmát, ugyanúgy, mint az experimentális zene iránti érdeklődését. Szentpáli Roland Nyíregyházán született, és itt indult zenei karrierje is. Tanulmányait Budapesten végezte. 2018-ban védte meg doktori disszertációját
a mérészfúvós hangszerek fejlődéséről. Tanít a Zeneakadémián, és külföldön is tart mesterkurzusokat. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője. Több nemzetközi versenygyőzelemmel a háta mögött, számos hazai és külföldi hangverseny után most zeneszerzőként lépett a közönség elé. Hangszeréből adódóan művei között jelentős számban találunk fúvós hangszerekre írt kompozíciókat, de az est folyamán vokális művével is megismerkedhettek a zenebarátok. A művész nagy örömmel tért vissza szülővárosába. Óriási öröm és megtiszteltetés, hogy már nem csak játékosként, hanem zeneszerzőként is már második alkalommal bemutatkozhatok, mert ugye tavaly évben is volt egy ugyanilyen szerzői estem, és ez köszönhető a Filharmónia Magyarországnak, hogy megbíznak abban, hogy én egy olyan produkciót és olyan darabokat tudok lehozni, ami izgalmas lehet az itteni közönségnek, és hát remélem, hogy idén sem fognak csalódni ebben. Szentpáli Roland jelenleg egy nagy lélegzetű művön dolgozik, balettzenét szerez. Éjszakánként szoktam ezeket csinálni. Most éppen az MMA, tehát a Magyar Művészeti Akadémia keretein belül egy egész estés baletten dolgozom. Ez már tulajdonképpen tavaly nyáron elkezdtem, úgyhogy ez egy hosszabb lélegzetű dolog, de hát ez egy nagy produkció lesz, kétszer 40-45 perc, úgyhogy ez veszél az időmet, de egyébként pont ha már balett így szóba jött, a MÜPÁ-ban játszották a 2020-as MÜPÁ zenemű pályázatos versenygyőztes balettemet, az Északi Szél és a Napot. Ez kétszer ment, és hál' Istennek olyan nagy sikere volt, hogy még februárban is és áprilisban is megy még kétszer. Úgyhogy nagyon örülök ennek, és hát nagyon ígéretesnek tűnik ez az új balett is. Most éppen azon dolgozom, hogy mire megírom a darabot, már megjön az apparátus, hogy hol és kikkel fogjuk előadni. A koncerten Harsonán Gyivicsán György, Kürtön Zempléni Szabolcs, Tubán Lukács Gergely, Zongorán Szőcs Henrik közreműködött. A Cantemus kórust Szabó Soma vezényelte. A Filharmónia bérletsorozat januári estjén a Szabolcsi Szimfonikus Zenekart hallhatják majd a zenebarátok. Szombat reggel 9 órakor Heves vármegye csapata ellen kezdi meg szereplését Nyírbátorban a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei amatőr futballválogatott. Az Észak-Kelet-Magyarországi régió 5 csapatát felvonultató selejtező tornán két nap alatt 4 kétszer 30 perces mérkőzést játszik a Kis Tamás által irányított együttes. Október 26-án találkoztak először a vármegyei válogatott tagjai a Nyíregyházi Városi Stadion műfüves pályáján, hogy elkezdjék a felkészülést az amatőr válogatottak régiós selejtező tornájára. Az akkor 23 futballistát felvonultató keretben több változás is történt különböző okok miatt, végül 21 játékossal vág neki a hétvégének, Kis Tamás és segítője Piskóti Zsolt. Az edzőpárosnak nem volt sok lehetősége arra, hogy az első találkozás követően csiszolja a csapatjátékát. Még volt egy találkozásunk, ahol egy edzést tartottunk, illetve volt egy edzőmérkőzésünk, ahol a Nyíregyháza 2-vel játszottunk. Az múlt hét szerdán volt. Az mindenféleképpen nagyon jó visszajelzés volt számunkra, hogy a Spari 2 elleni mérkőzésen, hogy egy összeszokott csapat ellen tudtunk játszani. Azok a hibák, amire számítottunk, azok ki is jöttek. Ezáltal az utolsó edzésünkön még ezen tudtunk orvosolni, és így tudunk nekivágni a tornának. A legelső edzés előtt is elmondtam a fiúknak, hogy ez azért nehéz, mert itt négy alkalommal egy egész felkészülést próbálunk véghez vinni. Én úgy gondolom, hogy amit már kiemeltem az első edzés előtt is, hogy a mag azért már többször részt vett a vármegye válogatottak tornáján, és ez mindenféleképpen bízom benne, hogy előny lesz. Nagyon jó a csapategység, az nagyon-nagyon-nagyon hamar kirajzolódott, hogy mindenki jól ismeri egymást, jó társaság, úgyhogy én úgy érzem, hogy amennyit ez a 4 alkalom engedett nekünk, azt abban maximum ki tudtuk hozni. Mint a játékosként többszörös megyei válogatott szakember elmondta, a labdarúgók motiváltan várják a selejtező tornát, ahonnan az elmúlt években többször is továbbjutottak a szabolcsi csapatok.
Teljesen mindegy, hogy milyen válogatott, az mindig egy megtiszteltetés, és úgy érzem, hogy a játékosok is ezt így gondolják. Nagyon-nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzá, és természetesen, ahogy kiemeltem, itt a régiós részt mindenféleképpen szeretnénk megnyerni, és ez a játékosoknak is egyértelmű vágya és célja. Kis Tamás együttese szombat reggel 9 órai kezdettel Heves vármegye csapata ellenkezi a tornát a Nyírbátori sporttelepen, míg aznap délután 14:30 a Nógrádiak ellen lépnek pályára Szabolcs-Szatmár-Berek képviselői. Vasárnap 13 órától Borsod, 16 órától pedig Hajdú-Bihar ellen játszanak a szabolcsiak. A mérkőzések 2x30 percesek, a torna győztese pedig tovább jut a következő körbe. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Elkészült az új pályázati menetrend a következő fejlesztési ciklusra, az önkormányzatok és gazdálkodók továbbra is számíthatnak támogatásokra. Ezt mondta Nagy István agrárminiszter Szakolyban, ahol a település Nyírgelsével összekötő út átadóján vett részt. A két település közötti 2,5 kilométeres szakaszt a szakolyi önkormányzat valósította meg a vidékfejlesztési program csaknem 270 millió forintos támogatásából. A tárcavezető arról is beszélt, a program keretében országosan 1500 kilométernyi külterületi helyi út újul meg. Újra felszentelték Máriapócson azokat az útszéli kereszteket, amelyeket egy évvel ezelőtt megrongáltak. Az egyházi eseményt Máriapócs várossá válásának 30. évfordulójára időzítették. Az ünnepségen jelen volt Latorcai Csaba területfejlesztési államtitkár, aki azt mondta, ahhoz, hogy Magyarország keresztény ország maradjon, összefogásra van szükség. Ez szimbolizálja a Máriapócsi keresztek újra szentelése is. Ismét fellépett Nyíregyházán Szentpáli Roland, a városból induló tubaművész ezúttal zeneszerzőként lépett a közönség elé. Az elhangzó 5 kompozíció csaknem 20 év munkájából adott ízelítőt. A műsorból a résztvevők megismerhették a szerző népzenéhez és a természethez való vonzalmát ugyanúgy, mint az experimentális zene iránti érdeklődését. December 1-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Péntek éjszaka megállhat a másfél napja tartó folyamatos eső, mivel a hőmérséklet nem süllyed fagypont alá, így jegesedésre sem kell számítani. A hőmérséklet 3 és 5 fok között alakul. Szombaton aztán újra elered majd az eső, de jelentősen emelkedik a nappali felmelegedés, a hőmérséklet 5 és 10 fok között várható. Vasárnap aztán újra visszahűl az idő, eső ugyan nem lesz, de a hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul.